Eredményes első fél évet zárta a HSE Gimnasztráda szakosztálya, több versenyen is kiemelkedő eredményt értek el, és így a sportág világbajnokságán is szerepelhettek június közepén. A tavaszi sikerekről és a világbajnokság tapasztalatairól a lányok meséltek. Hosszú volt a verseny szezon a gimnasztrádásainknak, ennek ellenére rendkívül eredményesen zárták az évet. A magyar bajnokságról kvalifikálták magukat a világbajnokságra, de számos minősítő versenyen is elindultak a lányok. A mutatott teljesítménnyel Tóth Anita is elégedett volt. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó fél évet zártunk, több versenyt is több versenyen is túl vagyunk. Tavasszal volt egy tavaszi kupa Pesten, amin versenyeztünk, azzal tovább jutottunk a magyar bajnokságra. Ezen kívül még minősítő versenyen is részt vettünk, azon is szép eredményt zártunk. A legutóbbi verseny a Revolution Dance Cup volt, ahol két korosztályban versenyeztek a HSI-s lányok. A kicsik délelőtt aranyminősítést szereztek a koreográfiájukkal, plusz kategória legjobbjának állították ki őket, és az ő táncukkal még egy koreográfusi különdíjat is elhoztunk. A juniorok esti versenyén pedig a négy koreográfiából kettő aranyminősítés lett, kettő pedig kiemelt aranyminősítés, ők pedig a tánciskoláknak járó különdíjat hozták el. A folyamatos felkészülés a versenyekre meghozta az eredményt. Bár néha nem volt könnyű összeegyeztetni a tanulást a tánccal, de az eredmények visszaigazolják, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét. A csapatoddal voltál a Revolution Dance Cup-on. Milyen eredményt értetek el? Négy tánccal indultunk a Revolution minősítő versenyen, és három tánc kiemelt aranyminősítést kapott, és egy pedig aranyminősítést. Nagyon jó volt szerintem, és szerintem mindenki mindent beleadott. Azt mondta a csapattársad, hogy nagyon sokat készültetek erre a versenyre. Az mit jelent ez a nagyon sok készülés heti hány órában? Mivel több fellépésünk van, meg ugye versenyek is, ezért körülbelül ilyen két hetet foglalkoztunk vele, vagy többet lehet. És háromszor van egy héten edzésünk, kettő másfél órás és egy órás. Ez mennyire fér bele az időtökbe? Hát azért jó, már most évvége van, tehát már most gondolom kevésbé volt az iskolában felmérő meg ilyesmi, de azért évközben az nagyon nagy leterheltséget jelent. Könnyű összeegyeztetni, vagy nehéz azért a tanulással? Hát vannak mélypontok, amikor több témazáró van, vagy dolgozat, akkor nehezebben fér bele az időbe, viszont amikor eljövök az edzésre, akkor úgymond így feltöltődök az edzés által. Azonban alig ért véget az egyik megmérettetés, már is jött a másik. Egy még komolyabb. Június közepén a soroksári világbajnokságon szerepeltek a fiatalok. Riportunk még a bajnokság előtt készült, így az előzetes várakozásokról kérdeztük a lányokat. A lányok a fantasy formáció kategóriában a Barkóczi Lilla, Berti Csenge, Harsányi Hanna, Hegedűs Hanna, Gere Lara, Kis Viktória, Kis Emese, Fábián Maja, Szabó Blanka, Szabó Zóra, Zámbó Leila összeállításban végül a 9. helyen zárták a világkupát. Bár az előzetes várakozásuktól elmaradtak, nincs sok a csüggedéssel, mert városunk így is valóban büszke lehet a gimnasztrádás lányokra. Én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy első próbálkozásunk volt ezen a versenysorozaton, szerintem nagyon jól helytáltak a lányok. Úgy nyilatkozott az egyik bíró, hogy nálunk a csapatban volt látható a legnagyobb kor és magasságkülönbség, és mindenek ellenére borzasztó nehéznek ítélte meg bírói szempontból, hogy így tudjanak dolgozni a lányok, de külön kiemelte, hogy milyen egységesen sikerült megállni, vagy helytállni ebben a helyzetben is. Előzetesen én kérdezgettem a lányokat, hogy mégis hol várják magukat. Ennél azért előbb, de várták. Csalódottak voltak? Valamilyen szinten biztos, hogy igaz így belülről is, hogy többet vártak volna, de egyébként látva a versenytársakat és hogy milyen koreográfiákkal érkeztek, szerintem senki nem lehet csalódott az eredmény miatt. Azért látni azt is, hogy néhány résztvevő azért több éve rutinosan mozog így ezen a versenysorozaton, így ebben a szempontból egy kicsit hátrányba indultunk. Én nem vagyok csalódott az eredmény miatt, a lányok lehet, hogy kicsit többet vártak volna, de
szerintem legbelül ők is tudják magukban, hogy a lehető legtöbbet megtették ezért, és emiatt szerintem viszont nem csalódottak. És már most ezen a héten készülünk a következő időszakra, ez az őszi-téli versenyidőszak lesz, teljesen új koreográfiákkal készülünk, és ugye most jön a nyári időszak, amikor jönnek a fesztiválok és a fellépések sokasága, és most erre készülünk, hogy ezekre felkészüljünk.